A már hagyományosnak mondható rendezvényen a szokásoknak megfelelően Pintér Tamás polgármester, a Rajta Újváros elnöke köszöntötte és vezette fel a vendéget. Róna Péter közgazdász a mai este el fogja nekünk mondani, hogy milyen szép eredmény is, amikor 1%-os lett az infláció mértéke Magyarországon. Vagy azt fogja elmondani, hogy milyen szép eredmény ezt lehazudni még az égről is, ezt az eredményt. De én azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan tanulságot fog nekünk ma este elmondani, amelyre mindannyian kíváncsiak vagyunk, és egy picikét megtudhatunk Magyarország gazdasági helyzetéről, picikét máshogy, mint ahogy a közszolgálati híradó azt elmondja mindenki számára. 1%-os inflációról nem volt szó, sokkal magasabbról persze igen, és valóban különleges élmény átlátható, érthető információkat hallani a világunkról, hazánkról, még ha nem is szívderítőek. Róna Péter egyébként Oxfordban szerzett jogi diplomát, és többek között ma is ott tanít. Taníthatna itthon is, de itthon ő nem kell. Voltak idehaza szerepvállalásai a 2000-es évek elején, ma már kevésbé. Lehetett volna a köztársasági elnök is 2022-ben, hiszen az ellenzéki szövetség őt jelölte, ám a kormánypárt Novák Katalint választotta. Így Róna Pétert Dunajvárosban most, mint kiváló közgazdász szakember tudtuk köszönteni. Az egyórás előadását természetesen nem tudjuk megidézni teljes egészében, de néhány fontos mérföldkövet igen. A politika egyre inkább tolódik az autoriter berendezkedések felé. Egyre inkább az erőszakosabb, diktatórikusabb, központosítottabb hatalmi szerkezetek irányába mozdul el a világ jelentős része, szinte mondhatnánk az egész világ. A demokrácia világszerte, a klasszikus polgári demokrácia világszerte visszaszorulóban van. Róna Péter szerint az egyik legnagyobb problémát az jelenti, amikor az egyén szuverenitása nem a legelső és nem a legfontosabb. A jobboldal támadása, mint ahogy teszi azt az Orbán kormány, kerek-perec kimondja, hogy a társadalom legkisebb egysége nem az egyén, hanem a család. Na most, ugye én Oxfordnak egy olyan kollégiában tanítok, amelyiket 803 évvel ezelőtt Aquinói Szent Tamás 4 követője alapított. És a mai napig a domonkosoknak jelentős befolyása van ebben a kollégiumban. Nincs olyan teológus, akit ismerek, aki nem minősítené az Orbán kormány család ideológiáját erednekségnek. Róna Péter előadásában nagy szerepet kapott az ember helye és szerepe a világban, a társadalmakban. Szóba került az egyházak befolyása, a magyar gazdaság berendezkedésének a problémái. Persze nyilván szóba került az infláció, és az most hiába lett kevesebb, ha akkor is háromszorosa az európai átlagnak. Felettébb érdekes volt Róna Pétert végighallgatni, és elgondolkodik az ember, hogy Oxfordban tanít. Hát hiába, gazdagok vagyunk. És a mi lett volna sem számít, nyilván. De azért az előadás végén megkérdeztük tőle, hogy szerinte mi lett volna, ha tavaly köztársasági elnöknek választják. Hát ezt én nem tudom megválaszolni. Biztos, hogy másképpen kezelném a feladatokat, mint a jelenlegi köztársasági elnök. És lehet, hogy nekünk, magyaroknak az életünk is lehetett volna más. Tudom, ezek... Amikor engem jelöltek, ugye mondtam egy beszédet a parlamentben, és ennek a beszédnek a fő mondani valója az volt, hogy igenis lehet összehozni egy nemzeti konzenzust, és a köztársasági elnök feladata ennek a konzenzusnak a felépítése, kiépítése, kidolgozása. Én ezt az előadásban elmondottakra építettem volna, de arra törekedtem volna, hogy a magyarok találjanak egymásra. Ami lett volna, ha. De tudjuk, hogy ez nem játszik. Így nem marad más, mint Róna Péternek jó egészséget kívánunk.